Döntött a kormány, a péntek este megjelent határozat szerint a Budapest-Lajos-Mize vasútvonal fejlesztését kiterjeszti a Lajos-Mize-Kecskemét szakaszra is, így a teljes vonalat villamosítani lehet, akadálymentesek lehetnek az állomások és a megállók, illetve mindenhol megújulhat a pálya, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is reagált a hírre közösségi oldalán. A városvezető azt írta, hogy rengeteg előnye lesz az új villamosított vasútvonalnak. Javul városunk elérhetősége, a környékbeli településeket bekapcsoljuk az ország vérkeringésébe, kényelmes, gyors és nem mellékesen környezetbarát vonatokkal utazhatunk. Hozzátette azt is, hogy a tervezési szakasz elkezdődött, és amennyiben a következő kormányzat is támogatja a fejlesztést, pár éven belül ez az álmunk is valóra válik. A Lajos-Mizei vonal fejlesztéséről további információkat olvashat online hírportálunkon a hiros.hu-n.